Kezdődik a sport ma, a Pécs TV sportíradója. Ma a 12. sütőkupa sakversenyt értékeljük Ambrus Lajos főszervezővel. Tartsanak velünk! Ukrán győzelem született az idei, azaz a 12. sütőkupa nemzetközi sakversenyen. Egész héten folyt a küzdelem a Baranya megyei közgyűlés dísztermében. Köszöntöm a stúdióban Ambrus Lajost, aki egyrészt a főszervezője volt ennek a versenynek, illetve a Baranya Sak utánpótlásnevelő és versenyszervező egyesület elnöke is. Üdvözlöm. 12. volt ez a sütőkupa sakverseny. A korábbi évekhez képest történt a változás létszámban, illetve magában a versenyben? Sajnos nem tudtuk megismételni a 2 évvel ezelőtti létszámrekordot, akkor kb. 140 résztvevő volt a versenyen. Most kevesebb volt, alig 70 versenyzőnk volt. Sajnos több olyan versennyel is ütköztünk időpontban, és mivel az egyik jelentősebb verseny éppen Balaton mellett volt, ezért oda nyilván most kellemesebb volt menni víz mellé, mint ide. Idén is több csoportban, 2 csoportban folytak a küzdelmek. Hogyan osztották be a versenyzőket? Tulajdonképpen az elosztás az nem a mi reszortunk. Mindenki önként jelentkezik abba a csoportban, amelyikbe akar. Hát nyilván a jobbak az A csoportban indulnak, és akik kevésbé jók, ők pedig a B csoportban. Általában az kisebb létszám is szokott lenni. Hogyan alakult a küzdelem? Volt egy olyan időszak, amikor egy magyar fiú vezetett, aztán most az ukrán fiatalember végül is átvette tőle a vezetést, és meg is nyerte ezt a kupát. Hogyan alakult az A csoportnak a küzdelme? Most érdekes módon a szokástól eltérően most a végére hagyták a döntést, és nem az utolsó fordulóban történtek a döntetlenek, ami egyébként szokott lenni, hanem ez pont tegnap volt. Sokan remisztek azzal, hogy most az utolsó fordulóra komolyabban felkészülnek. És végül is hajszálon múlott, ugyanis azonos pontszámmal végeztek az első 2 helyen, csak a segédpontok számítása során derült ki, hogy az ukrán versenyző kapta az első helyet. Második helyen a Bérces Csaba végzett, aki tavaly megnyerte a versenyünket. De hát mondom, őnek is ugyanannyi pontja volt, tehát tényleg csak hajszál döntött. Korábban részt vette az ukrán versenyző, a Jurij Dovzik ezeken a versenyeken, és addig hogyan sikerült neki, ha volt már itt? Rendszeresen szokott jönni, általában dobogós helyezéseket szokott elérni. De egyébként ez a versenyzők zömére jellemző, hogy visszatérőek, tehát versenyenként szinte talán a 10%, ha olyan, aki még nem volt a versenyünkön. Az önök egyesületének a nevében is benne van az, hogy utánpótlás nevelő egyesület. Mennyire vannak megelégedve a sakk utánpótlással, illetve voltak-e most itt fiatalok ezen a versenyen? A mezőnek a kb. A harmad része az 20 év alatti volt, és az általában is így van, tehát nagyon szép létszámmal vesznek részt a fiatalok. Általában 25-35% közötti a részvételi arányuk, ez nagyon szép, örvendetes dolog. És hát végül is nem csak ebben merül ki az utánpótlás nevelés, hanem hát az oktatásban, a sakkoktatásban is, már iskolákban, sőt, van ahol óvodákban is. Lelkesek a gyerekek? Mi a tapasztalat mostanában? Igen. Hát most nyilván vegyes a gyerekeknek a hozzáállása, de általában akik már eljutnak arra a szintre, hogy versenyképesek, tehát versenyeznek, ők azért már komolyabban veszik, tehát saját maguk is képzik magukat, és rajta vannak azon, hogy jobb eredményeket érjenek el, tanuljanak. Ezen a sütőkupán is voltak mesterek, voltak FIDE és nemzetközi mesterek is. Mitől lesz valaki mester? Milyen eredményeket kell ahhoz elérni? Hát
egy kicsit hosszú a dolog, de röviden a lényege az, hogy egy bizonyos pontszámról indul minden regisztrált versenyző, és a versenyeken, a pontszerző versenyeken, mint amilyen ez a Pécs is, lehet szerezni pontokat akkor, hogyha ha figyelembe veszik azt, hogy milyen erősségű, milyen pontszámú játékosok ellen milyen eredményeket ért el. Van egy egész komplikált algoritmus annak, hogy hogyan számolják ezeket a pontokat, de egyértelműen értékmérő, hogy hogyan szerepelnek egyes versenyeken, és az szerint változnak a pontjaik. Ezt minden negyedében szokták egyébként frissíteni. Lesznek-e mostanában még nemzetközi versenyek itt Pécset vagy Pécs környékén? Hát ilyen nemzetközi verseny, ez a Pécsi, ez évente egyszer van, minden év augusztusában, augusztus elején. Ami még a közeli, ez a Harkányi Tenkeskupa, amit még szintén mi szervezünk, ez még nagyobb, mint a Pécsi, itt általában kétszer-háromszoros a részvételi arány. Az november második felében szokott lenni, az is évente van. És tulajdonképpen itt a közelben, környéken más ilyen kaliberű verseny nem szokott lenni. Ami versenyek szoktak lenni, mondjuk Baranyai viszonylatban egy-egy helység vagy egy-egy egyesület rendez kisebb versenyeket, de hát ezek általában helyi jellegűek. Hogyan lehet önöket elérni most befejezésképp, hogyha valaki érdeklődik a sakk sportág iránt, akkor hogyan tudja önökkel felvenni a kapcsolatot? Most örömmel mondhatom azt, hogy van már saját honlapunk, ez a www.baranyasak.hu. Itt igyekszünk minden olyan információt feltenni, ami egyrészt az egyesülettel kapcsolatos, másrészt az összesfajta tevékenységünkkel, a sakkoktatástól kezdve a mindenfajta versenyekkel kapcsolatos tudnivalókat, eredményeket, archívumunk van, ahol képeket, mindent meg lehet nézni, el lehet olvasni arról, amit csinálunk a ténykedésünkről. Én köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban és beszámolt a sütőkupasak versenyről. Akkor most jó pihenést kívánok, és hogyha legközelebb lesz verseny, akkor majd újra találkozunk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Nyolc kategóriában hirdettek versenyt a nemzetközi lábtenisztornán hétvégén. A küzdelem a pécsi elektromos esepályáin folyt. Összesen 75-en neveztek a sportolók a nemzetközi lábtenisz bajnokságra, amit a pécsi elektromos esepályáin rendeztek. A küzdelemben részt vett világ és többszörös Európa bajnok versenyző is. Az amatőr páros kategóriát a pécsi Plek Rozman duó nyerte. A torna legidősebb játékosa 72 éves volt, de 10 éves korú versenyző is nevezett a küzdelemre. Profi egyéniben Sipos Árpád nyert, a párost a Pintér Vince duó nyerte. Az amatőr egyéni versenyben Korányi András győzött, a szeniorok között a földi Farkas páros nyert. Hölgyeknél Lepsényi Boglárka győzött, a páros versenyben pedig a Lepsényi Boglárka Lepsényi Katalin duó nyert. A tornára a pécsieken kívül Szombathelyről, Szentendréről, Budapestről, Kaposvárról, Szolnokról és Szegedről érkeztek sportolók. Iván Viktória, a PVSK labdarúgója, egy második és egy harmadik helyet szerzett a tornán. Megérkeztek Pécsre a boszorkányok. A PVSK sportcsarnokban szombatig mérkőznek meg egymással Európa és Kanada legjobb ökölvívó hölgyei a 9. boszorkánykupán. Összesen 105, köztük 85 külföldi és 23 magyar résztvevője van a 9. Boszorkány Kupa nemzetközi ökölvívó versenynek. A négynapos küzdelemre Európa és Kanada legjobb női boxolói érkeztek, hogy az idei Európa-bajnokság előtti utolsó küzdelmen mérjék föl erejüket. Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke, elégedett a magyar női ökölvívók teljesítményével, és bízik abban, hogy a világversenyeken is egyre színvonalasabb mérkőzéseket játszanak majd a hazai öklözők. A korábban pécsi színekben induló Szuknai Zsuzsanna idén már a Szegedi Boxklub versenyzője.
A PVSK Szent Lőrinc sportolója, a világ és Európa bajnok Kovács Mária 86 kg-ban három ellenféllel küzd a döntőbe kerülésért. Rajta kívül Kis Varga Bettina, Pezdány Edina és Herger Kinga pécsi résztvevő. A Boszorkány Kupa döntői szombaton 17 órától lesznek, amikor 13 pár lép szorítóba. A két válogatott és a két légiós nélkül kezdte meg a felkészülést a PVSK Expo Center Pécs kosárlabda csapata. A rajtig még több felkészülési torna vár a fiúkra. Lapov Grebenár és Tóth Norbert mellé centerben erősített a PVSK Expo Center Pécs csapata a következő szezonra. Ziegler László Pécsre érkezésével talán a magyar mezőny pillanatnyilag legerősebb center sorával rendelkezik a gárda. A válogatott irányító Simon Balázs a következő szezont nem a PVSK Expo Center Pécsnél kezdi. Rajta kívül Kecskés Péter és Likár Péter távozott a gárdától. Völgyi Péter vezetőedző elmondta, hogy irányító posztra Kutasi Gergelyt igazolták. Szeretnék minél többet játszani, és persze azt, hogy minél elményesebben szerepeljen a csapat. Én körmendi vagyok, egész eddig ott is játszottam, ott végigjártam az összes gyerekcsapatot, felnőtt csapat, felnőtt csapat, és most először jöttem el végül is körmendről. Hát a fiatalokat ismerem, a felnőttekkel még, és az idősebbekkel még annyira nem találkoztam, de szerintem őket is megismerem előbb. A csapat augusztus 6-án kezdte meg az edzéseket, igaz, egyelőre a két válogatott, Wittmann Krisztián és Ziegler László, valamint a két légiós, Bojan Lapov és Dragan Alexics nélkül. A keret szerintem szeptember elejére lesz végleges. A Kecskés Likár páros, center páros távozott tőlünk, és többen is érkeznek, ezt majd később fogom elmondani konkrétan, hogy kicsodák. Ez az első hét, ez rávezető hét külföldi játékosok és a válogatott játékosok nélkül, és szép lassan hétről hétre egészül ki a csapat, és egy 9-hetes felkészülési időszak, amiben három felkészülési torna is be fog férni. Pécsi torna természetesen lesz, ahogy minden évben volt eddig is, és jó csapatokat várunk, és erős mérkőzéseket számítunk. Hát igazából a konkrét céljukat majd később tudjuk megfogalmazni, attól függően, hogy egészül ki a csapatunk, és a többi csapat hogy erősít, úgyhogy erre majd egy 3-4 hét múlva tudunk visszatérni. Dénes Gábor bár igyekezett elkerülni a műtétet, július 16-án mégis megoperálták a csapat válogatott játékosát. A bedobó poszton játszó kosaras már könnyített edzésmunkát és gyógytornát végez, és bízik abban, hogy szeptemberre teljesen egészséges lesz. Lábadozással telt a nyár, igazából még olyan túl sok nem ment. Nem telt el belőle, igyekszem minél előbb bekapcsolódni a munkához. Az elején ilyen egyénileg készülök, gyógytorna, illetve egyéb edzéseken, és remélem minél előbb tudok a csapathoz az atlétika pályán is, illetve itt a kosárlabda pályán is csatlakozni. Én nagyon bízom benne, azt hiszem, hogy egy-két hét kell még, amíg teljes értékűen be tudok épülni a csapatba, és utána már azt hiszem, hogy maximálisan oda tudok tenni magam az edzéseken is, és fogok tudni segíteni a csapatnak. Én hasonló szezont, tehát a folytatást, még jó folytatást várok, mint tavaly volt. Biztos, hogy akik jönnek játékosok, azok is lesznek olyan jók, mint akik távoztak tőlünk, úgyhogy nem hiszem, hogy azon kellene keseregni, akik elmentek, inkább a jövőben nézni, illetve akik itt maradtak, akik itt vannak és akik jönnek, belőlük egy jó, egységes és ütős csapatot kellene kovácsolni. A csapat augusztusban több felkészülési tornán is részt vesz az NB1-es bajnoki rajtig. Nézzék meg a hétvége sportajánlóját. Véget ért a sport ma. A Pécs TV sport híradója, internetes elérhetőségünk a képernyőn látható. Vasárnap 18 óra 40 perctől friss sporthírekkel várom önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!